Sok szeretettel köszöntjük az itt megjelenteket, valamint a VGK hivatalos YouTube csatornájának nézőit és a Hobby Rádió hallgatóit a Vizuális Kultúra Mindenkié projekt záró rendezvényén. Én Bönde Katalin vagyok, a mai esemény műsorvezetője és moderátora. A VGK talán legszínesebb, legváltozatosabb kihívása volt az elmúlt években az audionarráció népszerűsítése és elérhetővé tétele a látássérültek körében. A Vizuális Kultúra Mindenkié programban az AKU Egyesülettel közösen immáron harmadik éve szervezünk akadálymentes színházi előadásokat, narrációs klubfoglalkozásokat, és jelentetjük meg online felületeinken különleges képzőművészeti alkotások, festmények, középületek narrációját és fotóit. Célunk az volt, hogy minél több látássérültnek tudjunk olyan felejthetetlen élményt adni a narráció segítségével, amely színházi előadások vagy filmek minőségi élvezetét jelenti, és segít elképzelni egy-egy képzőművészeti alkotás valóságképét, valóságábrázolását. Tágabb értelemben célunk volt, hogy népszerűsítsük és megismertessük a narrációt. A program az NSZI és az EMMI támogatásával valósult meg. De a kihívásból hogy lett valóság? Hogyan lehetett egy ilyen sikeres együttműködést kialakítani a partnerek között? A projekt ötlettől a megvalósításig a részleteket elmondja Fodor Ágnes, a VGK elnöke. Hát a VGK nagyon szereti a kihívásokat, így röviden ennyit mondanék felvezetőként. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm, hogy ilyen sokan figyelnek ránk, és hallgatják a projektzáró eseményünket. A kihívás, hogy mit is értettünk ez alatt, és miért került bele ilyen nagy hangsúllyal a Vizuális Kultúra Mindenkié című programunkban, az azért történt, hiszen ez a programunk már most harmadik alkalommal ismétlődik, harmadik alkalommal folytattuk és bonyolítottuk. Amikor mi ezt elkezdtük, akkor még maga a narráció iránti igény és a narráció népszerűsítése is egy nagyon nagy kihívás volt. Önmagában egyébként egy ilyen nagyszabású projektet évről évre megújítani, lebonyolítani is nagy kihívás. De mivel a mi célunk az volt, hogy a látássérültek körében az igényt felkeltsük arra, hogy egyre többen igényeljék a narrációt, egyre többen kérjék, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a narráció révén, tárlatvezetés révén ők is részesüljenek abból a rengeteg-rengeteg vizuális élményből, amelyet a társadalom látótagjai élvezhetnek. A munkánkat megelőzte egy rendkívül nagyszabású közösségépítő munka 2012-től. Ez a Közösség Lámpásai Mentori Hálózat, amelyet bizonyára nagyon-nagyon sokan ismernek, személyesen a kollégáimat is, tehát ezzel is együtt tudtuk építeni ezt a programot. A közösségépítő kollégáimnak ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, nagyon fontos cél, hogy minden létező programot úgy tegyenek elérhetővé a látássérült kollégák számára, hogy az narrációval kísért, narrációval támogatott. Úgyhogy az mellett, hogy egy nagyon-nagyon sikeres program, egy nagyon jó együttműködéseken alapuló kezdeményezése volt az Egyesületünknek, és hát ez a program eredményességének a kulcsa, hogy tudtunk egymásra építkezni, tudtunk népszerűsíteni, együtt épült az elmúlt években az Egyesület valamennyi tevékenységével és sikerével. Én nagyon-nagyon köszönöm az elmúlt egy évben azt a rengeteg munkát, amit a VGK közel 20 munkatársa tette be a programban, hiszen más-más csoportok, látássérült és látó kollégák dolgoztak azért, hogy itt hétről hétre, napról napra narrációval támogatott képek, fotók jelenjenek meg. Én nagyon köszönöm a közösségi civil szervezőknek, hogy ha szükséges volt, teljesen új utakat kerestek és kezdtek azért el, hogy narrációval, tárlatvezetéssel
kísért programon részt vehessenek a látássérültek, és nagyon köszönöm minden együttműködő partnerünknek, elsősorban az AKU Egyesületnek, hiszen mi évek óta együtt dolgozunk, együttműködünk, és mindenkinek, aki ebben valamilyen módon részt vett. A mai záró online eseményünk valamennyi részéhez, pillanatához én nagyon jó szórakozást kívánok, nagyon sok izgalmas dologgal készültünk, úgyhogy mindenkinek örömteli perceket kívánok ehhez. Köszönjük, Ági! Fogadják sok szeretettel Mészáros Ágnest, az Egyesület alelnökét, aki a projekt megvalósításáról mond néhány szót. Szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket, és a rádió és számítógép előtt a YouTube csatornánkat nézőket. Igen, jelenleg is 12 kerületben végeznek a közösségi civil szervezőink közösségépítő munkát. Nagyon, így ahogy említette Ági is, 3 éve folyamatosan sikeresen pályáztunk, és ez a meglévő feladatok mellé mindig egy nagy kihívást jelentett, hogy ezt a pályázatot mindig pontosan megszervezzük és lebonyolítsuk. Ez év és a tavalyi év abban volt egy picit különlegesebb, és okozott némi kihívást, hiszen a vírushelyzet miatt személyesen klubokat, rendezvényeket korlátozottan vagy nem tarthattunk, amit nagyon hiányoltak a tagjaink. És ekkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát ugyan mi 4 narrációs klub megvalósítását vállaltuk, és hogy ezt milyen formába tegyük. És rövid időn belül megoldottnak látszott a helyzet, hiszen minden kerületi szervezőnek van saját Facebook oldala, és itt oldottuk meg ezeket az élő bejelentkezéseket, mely mostanáig is visszatekinthető. Ezen kívül még ebben a projektben Narrágy színházi előadást tudtunk lebonyolítani, illetve arra támadt igény, hogy inkább szabad térben szervezzünk programokat. Így került sor a Szentendrei Skanzen meglátogatására, ahol nagyon-nagyon sok saját élményen keresztül tapasztalásokat szerezve a tagok nagyon megelégedetten tértek haza, és nagyon köszönjük a Skanzen munkatársainak, hogy ennyire segítőkészek és lelkiismeretesen vezették csoportjainkat. És nem utolsó sorban volt még 4 nap, amit az állatkertbe szerveztünk, zoopedagógus segítségével egy finom ebéd után interaktív foglalkozásokon vehettek részt a kollégáim. Én is meg szeretném köszönni nekik a rugalmasságukat, a jelenlétüket, a kreativitásukat, hogy hogyan tudtunk alkalmazkodni a mindig új helyzethez. És mivel már azt most tudjuk, hogy a jövő évben is tudjuk folytatni ezt a programot, én arra buzdítanám akár őket, akár a tagjainkat, hogy osszák meg velünk ötleteiket, hogy milyen programokra lenne igény, milyen festményeket vagy épületeket szeretnének narrálva hallgatni, és mi ezt be fogjuk építeni a megvalósításba. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük, Ági! Az izgalmas és tartalmas beszámoló után tekintsünk meg együtt egy részletet az egyik online klubból. Váratlan kihívás elé állította a művészeti tevékenységgel foglalkozó szervezeteket. Milyen mérleggel zárta az AKU Egyesület ezt az évet? És ebben mi volt a te szereped? 2020 mindannyiunk számára egy nagyon különleges év volt. Az első 3 hónap nagyon
erős munkatempóban folyó audionarrációkkal telt. Egyik előadást valósítottuk meg a másik után. De ugye márciusban bekövetkezett az a bizonyos leállás, amire senki nem számított, így mi sem. Annál is inkább nehéz volt az egyesületünk részére ez a leállás, mert pontosan március végére terveztünk egy előadást, a Terike és Irén című előadást a Bethlen téri színházba, ami egy nagyon különleges projekt lett volna, egyedülálló eleddig az AKU és a Bethlen téri színház életében. Ugyanis azt szerveztük, hogy a budapesti nézők mellé az ezen a bizonyos előadáson vidékről is egy bérelt nagy busz segítség felhoztuk volna a nézőket Budapestre. Ez a régió lett volna Veszprém, Székesfehérvár, Várpalota, Budaörs és Tordas. Az online klubok vendége Petneházi Emőke, az AKU Egyesület munkatársa és audionarrátora volt, akit most végre élőben kérdezhetem meg arról, hogy milyen témák mentén zajlottak ezek a beszélgetések. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Négy online klubot sikerült megtartanom ebben az időszakban. Mindegyiknek más-más volt a témája. Természetesen kikértem a témában a szervezőknek a véleményét, hogy mi az, amiről igazán szeretnének hallani, és ennek megfelelően készültem a beszélgetésekre. Nagyon meglepett egyébként először engem az, hogy az első téma én magam voltam, tehát rólam kérdeztek a kollégák és magáról az egyesületről. A második beszélgetés, elnézést, hogyha sorrendre nem emlékszem pontosan, az biztos, hogy a filmes narráció volt. Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a film az egy viszonylag új terület most az AKU életében. Hát már talán nem is új, mert most már 2 éve nagyon aktívan szereplünk ebben a dologban. Úgyhogy a film és a színház közötti narrálás szempontjából különbségekről volt szó. Azon kívül a harmadik alkalommal beszélgettünk egy nagyon különleges projektről, ez pedig, ami Szegeden valósul meg, és ajánlom mindenkinek, hogy egyébként látogasson el, azóta is mondom mindenkinek. A Móra Ferenc Múzeumban csináltak egy nagyon különleges és pontos és egyedülálló Magyarországon egy múzeumi akadálymentesítést, ahol 3 tárlatnak az akadálymentesítését oldották meg, és az ott ezt tulajdonképpen elvégző kollégám Bacsa Erikával készítettük a riportot. Egyébként azt hiszem, hogy ez folyamatosan visszahallgatható a VGK-nak a csatornáin. És a negyedik alkalommal ismét a színházi narrációról volt szó, és arról, hogy az iskola, tehát a vakok szakiskolája és általános iskolája hogyan szerepel ebben a projektben. Hisz az AKU az első pillanattól fogva azt mondja, hogy a fiatalokkal kell ezt a műfajt megkedveltetni, és amikor felnőtté válnak, akkor ez folyamatos igényük lesz. Így munkát adnak nekünk, természetesen ez nagyon jó. Azon kívül remélem, hogy színesedik vele az országunk, és a kultúra valóban mindenkié. Emőkével nem csak a Facebookon megtartott klubok alkalmával találkozhattunk, hanem narrálni is hallhattuk őt, mégpedig a 2021. február 20-án és 28-án a VGK hivatalos YouTube csatornáján közvetített a Luxemburg Grófja című audionarrát online színházi előadás során. Emőke, hogyan zajlott a megvalósítás, és miért volt jelentős ez a kezdeményezés? Ez a kezdeményezés azért volt különösen jelentős, mert talán ez volt az első olyan színházi előadás, amiben is harmadik hangsávként a narrációt rávettük. Ez pedig a VGK segítségével jöhetett létre. A Pesti Művész Színház, azt gondolom, hogy ezt a nevet nagyon érdemes megjegyeznünk, mindig is nagyon aktívan adja a színházi darabjait arra, hogy ezt, hogy bemutassuk látássérülteknek, ez most is így történt. Eredetileg ugye a programban az szerepelt volna a pályázatban, hogy színházjegyeket vásárol a VGK, de ugye ez az adott körülmények között nem volt megvalósítható. Most jött az a bizonyos kihívás, amiről Ági is már
említést tett, hogy na most akkor mi legyen. És akkor kitaláltuk közösen, hogy azt az összeget, amit egyébként a színház jegy vásárlására költött volna a pályázaton keresztül a VGK-e, az betesszük ebbe a bizonyos narrációs költségbe, és a színházat ezáltal segítjük abban, hogy a narráció létrejöhessen. És így sikerült megvalósítani ezt az operettet, és vettük föl először az Akku életében stúdióban, méghozzá egy profi stúdióban. Remélem, hogy megfelelő volt mindenkinek a minősége, minden esetre mind nagyon igyekeztünk. Fantasztikus volt, ahogy a VGK egyébként megszervezte a közönséget. Én most örülök, hogy ez a feladat az övé volt, és nem az enyém. Ezt bevallom őszintén, mert egyébként ez egy rendkívül nehéz feladat, és ezt most tőlem átvállalták, úgyhogy így sokkal egyszerűbb volt az életem. Az első előadást Mix Csabinak a visszajelzése alapján 47 és 54 néző közötti szám nézte meg, a második alkalmat pedig 25 és 28 fő. Hogy milyen nagy ez a szám? Ez a szám óriási, kérem szépen. Tehát itt ne próbáljuk meg elbagatellizálni ezt a számot, mert ezt nem lehet elbagatellizálni. Tudnotok kell, hogy ennél nagyobb közönség, csak nagyon-nagyon régen, amikor még a Tanú című filmet vetítettük, talán volt olyan, van közöttetek olyan, aki akkor ott volt, Győrbe vetítettük ezt, ez volt a legelső projekt, akkor 110 néző nézte meg azt a filmet a látás sérültek között. Úgyhogy ez a közel 90 fő, azért ez egy óriási szám. Emőke beszámolója után nézzünk meg együtt egy részletet a darabból. A sötét képernyőn felirat jelenik meg. Luxemburg grófja, első felvonás. 2019. május 24. Vác. Amint a függöny széthúzódik, egy műhelylakás képe tárul a néző szeme elé. A falakat bézs színű virágos tapéta fedi. Jobb oldalon egy hatalmas ablak ereszti be a fényt. A középső ablakszárny nyitva van. Az ablakból egy lány les az utcára. Egy fiatal férfi áll egy asztal mellett, kezében festőpaletta, fest. Csokor és egy papírtrombita repül be az ablakon. A lány elkapja azokat, majd a férfi mögé lép. A lány a férfi ölébe penderedik. Ha te nem jössz vele. Akkor? Akkor elcserélnek mással. A lány felpattan. De világosítsd fel őt, hogy nálad a jelszó csak oltár után. Na, hát ilyen az én farsangom. Itt ül és sóhajtozik. Hát talán ne sóhajtozzak. Talán nincs okom rá. Én, aki egy született Rubens vagyok, vagy Tizián, sőt, Rafael. Mit ön? A három egyben. Na, ezt a litániát már ismerem. Én, Armand Brissard, a zsenik zsenie, kénytelen vagyok képes levelezőlapokat festeni, tévedésből nehogy éhen halljak. Én, aki egy valódi Vénuszkép tervét hordom magamban. Amely egy készülő képre mutat. Kínáljak neked modellt, ugye? A lány elnyújtózik a kanapén. Na, nem, édes fiacskám. A te Vénuszod nagyon öreg lesz, ha én rám vár. Előbb vegyél csak szépen el. Aztán majd modellt állok neked. Fúj, micsoda bizalmatlanság! Ó, édes fiacskám, hát azt, hogy én milyen Vénusz volnék. Kacéron a férfihoz hajol. Tudhatod? Azt viszont annál jobban tudhatod, hogy ragyogó házi asszonyka vagyok. Hát jobban főzök, mint állok. Én. Ezt a litániát meg már én ismerem. Mert hát... Kinek köszönhetjük René és én azt a pótkávéból készült kávépótlékot, amit minden reggel kapunk? Neked!
És ki az, aki elkészíti minden nap, ami felséges menünket? A lány büszkén pukkedlizik. Első fogás, kolompérleves. Második fogás, burgonyaragú. És harmadik, a sült. Ó, hát, sült krumpli. Jó, mert a krumplis ember az egyetlen, aki még hitelez nekünk, meg Rönének. Hát, meg az egy műértő zöldséges. Jó. Rönét ne keverd a krumpliba, kérlek. Na igen, Röné. Ő méltósága Luxemburg grófja. És ki az a René? Senki. És milyen van? Semmije. És a pingálással is elég szomorúan áll. A fiú legyint, a lány az arcát simogatja. Milyen sokra vitte. Okay. Hogy képes vagy hetente akár 25 frant is megkeresni nagy keservel. A fiú idegesen pattan fel, és elindul a lány felé. Szemmel vetted a szegénységünket? Te egy szép vele vagy. Hátát fordítja a lánynak. Jó, akkor akár el is mehetek. Határozottan az ajtó felé indul. Már megyek is. Az AKU Egyesület nem csak színházi előadásokat narrál, hanem festményeket és fotókat is. 2020. szeptembere és 2021. szeptembere között 50 festmény és fotó narrációja készült el. Emőke, ki narrálta ezeket az alkotásokat, és mi alapján döntöttétek el, hogy mit mutattok meg a látássérülteknek? Ezeket a narrációkat Somogyi Rohonci Zsófia készítette, érdemes azt hiszem az ő nevét megjegyezni. Zsófi művészettörténész és múzeumpedagógus egyben, jelenleg a doktori disszertációját írja hasonló témában. Zsófi elvégezte velünk annak idején a narrációs képzést, úgyhogy ő mind a két oldalról tökéletesen tudja biztosítani azt, amit a nézők joggal elvárhatnak a narrációtól. Hogyan is válogattuk ki ezeket az alkotásokat? Egyrészt fontos kiindulási pont volt az, hogy a művészet minden területe érintve legyen. Fontos volt azt tudnunk, hogy melyik az a múzeum, aki hozzájárul ahhoz, hogy a képe, műalkotása narrációra kerülhessen, ugyanis ezeket mind engedélyeztetni kellett. Fontos volt azt, hogy Zsófinak kinek hova van jó kapcsolata, mert hát tudjátok, végül is sok minden szól előre a dologról. És nagyon fontos volt az, hogy most már klasszikus képek, épületek is narrációra kerüljenek, mert az első körben Zsófi elsősorban a kortárs művészetekben jeleskedő művészeknek az alkotásait narrálta, és ez a látássérültek, főleg a VGK részéről igényként merült fel, hogy inkább, illetve legyenek hagyományos, akár az iskolai tananyagban is megjelenő alkotások, amiket Zsófi narrál. Én ezt különösen fontosnak tartottam, hiszen tudjátok, hogy az iskolában dolgozom, úgyhogy pontosan tudom, hogy művészettörténetből a fiatalok mit tanulnak. Így aztán egy kicsit haza is dolgoztam ezzel a dologgal, hogy a kolléganőknek ne legyen annyi dolguk azzal, hogy narrálják ezeket az alkotásokat, annál is inkább, mert legtöbbször nekem kellett megoldani hirtelenjében és azonnal és prompt, és ebben nem voltam adott esetben nagyon jó. Zsófi ennél sokkal jobb, hiszen ő a művészeti hátteret is ismeri, úgyhogy így lettek kiválasztva az alkotások, remélem mindenkinek az örömére. Zsófi pedig még egy mondat, imádja Budapestet, úgyhogy Budapest épületeit rendkívül fontosnak tartja, hiszen azok soha nem lesznek tapinthatóak, viszont ezt azt gondolom, hogy mindannyiunknak tudni kell róla, hiszen ez a hazánk fővárosa. Köszönjük szépen, de hallgassuk még kicsit Emőkét. Következzen egy az említett műalkotások narrációjából. Bogdán Jakab, gyümölcsendélet papagájjal és fehér kakadúval. Somogyi Rohonci Zsófia festménynarráció részlet. A kép zajosságát maguk a madarak adják, akiket a festő úgy ábrázolt, mintha valami heves vitát folytatnának, és hangos rikácsolással képviselné minden madár a maga igazát.
A kép bal oldalán kissé meggörnyedve látható, a madársereglet legnagyobb testű tagja egy vörös arapapagáj. Nagy horgas csőre fehér és fekete színekben játszik, színpompás vörös tollazatába szárnyán sárga és kék tollak vegyülnek. Óriási és félelmetes fekete karmaival a túlérés miatt szétrepedt gömb alakú tökön trónol. Vele szemben helyezkednek el a többiek. Már a madarak elhelyezkedéséből, tartásukból is jól kivehető, hogy itt bizony komoly vitáról van szó, ahol a hangadó a fehér kakadu, de néha belekotnyeleskedik a kis sárga madár is. A vitában ellenfelük a vörös ara. Szinte halljuk azt a fülsüketítő lármát, amit a madarak csapnak a vita során. Az egzotikus madarak körül felbojdulnak a kert őslakói is, egy széncinke köröz izgatottan a papagájok felett. Hemes Renátát kérdezem arról, hogy hol jelentek meg ezek a narrációk, hogyan jutottak el az érdeklődőkhöz, és miért volt ez a vállalás hiánypótló? Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Első körben ezek a narrációk, ez 50 műalkotás volt. A VGK hírlevelében jelentek meg minden héten. Ha jól emlékszem, akkor a legelső az 2020. szeptember 16-án, az utolsó pedig 2021. szeptember 9-én került ki a hírlevélbe. Zsófia átküldte a két kollégának, a két hírlevél szerkesztőnek a műalkotásról készített fotókat, illetve a narrációkat. Én pedig a hírlevélből másoltam ki ezeket a VGK Facebook oldalára. Egy narráció nevezetű fotóalbumba kerültek ezek be szépen egymás után, valamint a vgk.com-ra, vagyis az Egyesület weboldalára. Ez heti egy alkalommal jelent meg. 50 műalkotás volt, mint ahogy mondtam, narrálva. Viszont több mint 100 fotó került ki, ugyanis némelyik narrációhoz nem egy, nem kettő, sőt valamelyikhez 6 kép tartozott. Tehát fantasztikus volt az, hogy Zsófia képenként narrálta le, hogy melyiken mi található és mi látszik. Ahogy Emőke is elmondta, itt mindenféle művészeti ágazat megjelent. Legyen szó festményről, szoborról, budapesti középületről, közterekről, vagy műtárgyakról. Nagyon színes volt. A Facebook oldalon magát, csak a narráció fotóalbumot, azt 35-en osztották meg, a benne lévő több mint 100 fényképet is sokan látták, illetve olvasták magukat az alkotásokat, ez látszik a lájkokból is. A VGKE együttműködik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével is, akik átvették ezeket a narrációkat, a linkeket, és feltöltötték a Jövő Kilátásai nevű weboldalukra. Ott is meg lehet ezeket tekinteni, és ezúton köszönjük szépen nekik, hogy ők is részt vettek ebben. Én köszönöm a figyelmet. Köszönjük, René! Fogadják szeretettel a mai programunk utolsó audionarrát tartalmát. Ligeti Miklós, Anonymous. Somogyi Rohonci Zsófia szobornarráció, részlet. A ma a Vajda Hunyadvárában álló szobor burjánzó zöld növényzet koszorújában, márványból faragott és alapzaton álló karfás kőpadon ül.
az 1,9 méter magas bronzszobor testtartása félelmetesen életszerű. A csúkjás alak kissé berogyasztott vállakkal hátradől a padon, jobb kezét a stilizált karfára helyezi, ebben nátollat tart. Az ülő figura mellett a bal oldalon kinyitott vaskos kódex látható, lapjain a Gesta Hungarorum szövegéből vett részlet olvasható, díszes P betű iniciáléval részletgazdagon kidolgozva. A középkori szerzetesek ruházatáról megmaradt feljegyzések és festmények alapján fogalmazta meg Ligeti Miklós Anonymus öltözetét is. A földig érő szerzetesi csuha kiegészítéseként csúcsos végű csukja fedi a jegyző, kissé lefelé döntött fejét. A csukját mélyen arcába húzza az alak, ezáltal arca jelentős része a szemlélő elől eltakarva marad. Csak ha egészen közel megyünk és bekukkantunk a csukja alá, láthatjuk a Ligeti által elképzelt arcot. A már idősödő férfi szemöldökét kissé ráncolja, arcát határozott vonalú orra teszi karakteressé. A csukja nyakrésze alsó ajkát és állát elfedi. A projekt során megvalósult egy integrált kirándulás Szentendrén a Néprajzi Múzeumban, amin 120 fő vett részt. Pázmán Krisztina, 18. kerületi közösségi civil szervezőt kérdezem, hogy hogyan zajlott ez az egyedülállóan jó lehetőségeket rejtő program? Szeretettel köszöntök én is mindenkit a képernyők előtt, és akik hallgatnak minket. Nagy örömünkre szolgált, hogy a projekt keretében egy ilyen nagyszabású kirándulást tudtunk megszervezni, amint azt a Kata is elmondta, 120 fő részére sikerült egy felejthetetlen napot és egy élményekben és gazdag napot biztosítanunk. Külön buszokkal érkeztünk a Szentendrei Skanzenbe, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket a Skanzen munkatársai. Kisebb csoportokra bontva múzeumpedagógusok navigálásával sikerült bejárnunk egy séta keretében a Skanzent, a házak között sétálva, és a kihelyezett tapintható táblákon is jól eltájékozódva megismerhettük az egyes tájegységek épületeit, közöttük a húzódó kis utcácskákat. Nagyon fontos része volt a programnak, hogy a sétán kívül 6 különböző helyszínen kipróbálhattuk a népi mesterségeket, és egy picit a népi életmódba, a szokásokba is betekintést nyerhettünk. Így egyik helyszínünkön például a ház körüli munkákat próbálhatták ki a résztvevők, így kukoricát morzsoltak, vajat köpültek, vagy éppen a bátrabbak akár kaszát is ragadhattak, és kaszálhattak is. Jártunk a malomban, ahol megtapinthattuk a gabonaszemeket, és végig a örleményeket, amelyeket a malomkő őrölt nekünk, különböző finomságúakat. Majd a harmadik helyszínünkön pedig, miután megőröltük a lisztet, ezt föl is dolgoztuk, ugyanis a lisztből és egyéb hozzávalókból kenyeret dagasztottunk. Fazekas műhelyben is jártunk, ahol egy agyagdarabot változtattunk igazából egy gyönyörű kis edénykévé. Kezünkkel formáztuk meg a kis tálkákat, tányérokat, és ezeket a bátor vállalkozók és a készítőik ezek haza is vihették magukkal ezeket a tárgyakat. Következő helyszínünk az a kender feldolgozásról adott nekünk nagyon-nagyon hasznos információkat, illetve megtapinthattuk a kendert, a kenderből készült fonalat, kötelet, madzagot, és szintén, aki vállalkozott rá, az akár egy kis ékszert is készíthetett magának, például egy kis karkötőt, és szintén magával vihette haza emlékül. És utolsó helyszínünkön, de nem utolsó sorban,
a gyertya mártogatás mesterségét ismerhettük meg, ahol egy fonaldarabot mártogatva a gyertya alapanyagba és a vízbe kitartó 15-20 perces türelmes munka után gyönyörű szép gyertyák születtek, amiket meg is tudtunk formázni, csavartunk, mintáztunk, úgyhogy mindenki nagyon boldogan mutogatta a kis késztermékét, és nagyon boldogan vitték haza. Úgyhogy összességében ez a nap szerintem mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott, nagyon-nagyon sok tapintható élménnyel, és még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk mind a szervezőknek, mind a skanzen munkatársaiknak, akik nagyon kedvesen, lelkiismeretesen vezettek minket végig ezeken a programokon, és természetesen, hogy a projekt keretében ez megvalósulhatott. Köszönjük, Kriszti! 4 alkalommal került viszont sor interaktív sétára a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Lámpás Klubok szervezésében megvalósult kirándulásokról Kollárszky Boglárka 13. és 16. kerületi közösségi civil szervező számol be. Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem ezen a programon. Igazából 4 alkalommal indultunk el a VGK szervezésében a Fővárosi Növény- és Állatkertbe, ahol egy interaktív sétán vehettünk részt. Megvolt egy konkrét forgatókönyve a napnak mind a 4 alkalommal. Ez a nyáron, júliusban és augusztusban zajlott le. Én a 13. és 16. kerület aktív tagjait vittem magunkkal. Amit nagyon sokan kiemeltek, hogy a fix program mellett volt lehetőség szabad programra is, tehát meg lehetett nézni mindenki, amit szeretett volna, kezdésként, egy ilyen ráhangolódásként, egy kis szabad program. Nyilván ott is ez úgy volt megszervezve, hogy mindenki ez volt biztosítva. Kísérő, segítő, aki nyilván ahhoz az állathoz vitte el, akit éppen szeretett volna megnézni, megsimítani, akit éppen lehetett. Majd ezt követően, ami egy nagyon-nagyon nagy értékes része volt a programnak, és amiért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ebéd elköltése után egy szervezett programra, egy szervezett interaktív előadásra mehettünk el. Ez az előadás a Varázshegy nevű létesítményben volt az állatkerten belül, és itt egy zoológus tartott előadást nekünk, ami igazából nem is egy hagyományos értelemben vett előadás volt, hanem egy beszélgetés, ugyanis körbeadott különböző tapintható tárgyakat, igazából állatoknak a részeit, ha így mondhatjuk, amiről egy közös gondolkodás volt, vajon mi ez a dolog, amit fogunk, vajon mi a textúrája, miből készült. Nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon meglepő dolgokat is megtapasztalhattunk, mert olyan dolgokat is megfoghattunk, amit nem gondoltunk volna. Tehát például egy olyan nagy fogdarab, ami egy mamutnak a foga, amit hát nem gondolná egy ember. Tehát, hogy egy hatalmas darab kőnek gondolná, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg. Ami egy külön nagyon nagy élmény volt számomra, hogy én nekem úgy hozta a sors, hogy én 2-szer is el tudtam menni, mivel az egyik alkalommal valaki visszamondta, ezért én még egyszer elmentem erre az előadásra, és gondoltam, hogy jó, hát akkor még egyszer végighallgatom, de egyáltalán nem így történt, mert ez a zoológus szakember annyira a közönség igényeihez szabva tartotta az előadást, hogy egészen mások is előkerültek, más tárgyak, volt, aki szeretett volna valami leopárdot vagy tigrist simogatni, akkor ő elővette a leopárd bundát, amit meg lehetett érinteni, tehát egy olyan meg lehetett fogni, például volt egy királypiton, akit egy élő királypiton volt, és meg lehetett fogni, nyakba lehetett venni, fotók készültek, tehát egy hatalmas élmény volt a tagoknak, hogy olyan dolgokkal találkozhattak, amivel amúgy nem gondolom, tehát én sem merném egy hagyományos keretek között megfogni egy kígyót, itt pedig nyugodt szívvel
megfoghattuk, megtapasztalhattuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük az állatkert nagyon felkészült dolgozóinak a segítséget, mert én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény volt a tagoknak, kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget még egyszer. Köszönjük, Bogi! Műsorunk zárásaként pedig ismét az elnökasszonynak adjuk vissza a mikrofont, aki a projekt jövőjéről és eredményeiről fog beszélni nekünk pár szót. Köszönöm szépen, Kata! Nagyon jó volt így visszatekinteni, és visszahallgatni ezeket a pillanatokat. Hát a narráció alatt nekem borsódzott a hátam előke, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ezt így órákon keresztül hallgatnám, nagyon szívesen. És tényleg azt gondolom, hogy hiánypótló projektet sikerült már immár harmadjára is megvalósítani, hiszen nagyon nehezen felelhetők a látássérültek számára ezek a tartalmak. A vgk.com és a Facebook oldalunkat mindenkinek ajánlom szívesen, hiszen ott már közel 90 ilyen narrált tartalmat talál, úgyhogy érdemes ellátogatni. De hogy biztosan folytatjuk tovább, mert ahogyan a kezdetek elején mondtam, a VGK nagyon szereti a kihívásokat, úgyhogy ez a legkedvesebb projektünk egyike, biztos, hogy folytatjuk tovább. Nagyon-nagyon sok elismerést kapunk, pozitív visszajelzést az NSZI támogatónktól is, és hát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez ilyen nyertes projekt sorozattá nőtte ki magát, a vizuális kultúra mindenki, tehát én azt tudom mondani, hogy folytatjuk, kövessenek bennünket, és még további izgalmakat, és nagyon-nagyon szép narrációt szeretnénk a jövőben is megvalósítani, úgyhogy én köszönöm mindenkinek a figyelmét, és hát nézzék az online felületeinket. Köszönjük, Ági! Kedves nézőink, kedves hallgatóink, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! Az Emmy és az NSZI támogatásával megvalósult a Vizuális Kultúra Mindenkié projekt zárórendezvényének végére értünk. Búcsúzik a műsorvezető és moderátor Bönde Katalin. A viszontlátásra, a viszonthallásra!